Hát 24-en 8 településről szereti a Bőhelyes megyét. Éppen 24 évvel ezelőtt történt az első bemerítkezés, ahol két lelkaléti testvér követte Jézus az engedelmességben, és 24 év után éppen 24-en költöztek a Isságnézre, az út minden évén adott engedben. Mindazoknak, akik úgy érzik, hogy nehéz helyzet az annak, akik úgy érzik, hogy mintha az Isten nem törődne velük, nem így van, meg fogjátok hallani, hogy igenis Isten gondol rátok, ismer benneteket, és terve van az életetekkel. Köszönjük, hogy elhordoztad a mi bűneinket és a mi vádló levelünket. Oda szögezted a keresztfára, és immáron semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Köszönjük, Úr Jézusom, a te áldozatodat, hogy őként feláldoztad magad a kereszten. És köszönjük, hogy felszámoltál a harmadik napon, Uram, a mi megigazolásunk.
itt nem csak azok lesznek vizesek, akik benneljük közül. Hanem mindenki. Milyen borzasztó ez a hőség. Gondolj arra, hogy mitől mentettek az Úr. Pokolnak a tüzétől, meg a melegétől, mint azokat, akik megtértek ő hozzá. Hát, ma már nem nagyon lehet elrejtőzni, ugye? A nyilvánosság elől itt van közöttünk a heti világgazdaság fotóriportere Ákos, meg a cigánymisszió operatőre Zsolt, de hát inkább ezek a képek kerüljenek fel a világhálóra, olyan, mint akármilyen más. Hát 24-en, 8 településről szereti az Új Helyes megyét. Én most azt kérném, hogy akkor vegyetek bátorságot, és mondjátok el azt, hogy mit tett az Úr az életetekben? Karácsony előtt és után szívinfarktust kaptam, bekerültem Miskolcra kórházba, ott imádkoztam a gyerekeimért, mikor az jöttem, akkor elmentem a Zimrinek a gyülekezetébe, ott én tanultam. Depressziós voltam, de súlyos az, hogy öngyilkosság járt az eszembe. Tehát mindig elmentem a gyülekezetbe, és az Úr egy pillanat alatt megszabadított. Isten áldjon mindenkit, Horváth Robert vagyok, a Concordi gyülekezetbe jöttem, és azt szeretném bizonságnak elmondani, hogy én nekem a családi körülményeim nagyon-nagyon rosszak voltak, és teljesen össze voltam törve, reménytelen helyzetben voltam, és már én is gondolkoztam az öngyilkosságon, és azon nagyon sokszor, hogy elszökök olyan helyre, hogy senki ne találjon meg. De amikor Isten először szólt hozzám, akkor teljesen megváltozott a gondolkodásom, és én is elmentem a gyülekezetbe, és az volt életem legjobb pillanat, amikor elfogadtam az Úr Jézus megváltónak. Olyan körülményekről beszélt a Robi, ami tényleg nem mindennapi, hiszen pár nappal, egy-két héttel ezelőtt el is kellett költöznie családi viszály miatt, és 6 órát utazott azért, hogy nem létezhessen. Áldjon az Úr bennet neked! Én is azért jöttem ide, hogy a példámat elveszítettem egy évvel. És depresszióba estem, és már én is azon gondolkoztam az életem. Átadom a sátán. De hálát adok a Nászasszonynak, a bármiképzetnek. Ide hoztak engedni. És az utáltó hálát adok a Jézusnak, hogy itt lehetek. És az unokányom is ide járnak. És eldobtam a cipőt. Amen! Ezek az embernek annyi minden történt az életében. Ha tudják, hogy az egész hogy a szóról, hogy tart meg gyülekezetben, ki van, és akkor is elmondtam, hogy milyen lesz a gyülekezet, hogy Isten tisztelet. Hát bementem hozzájuk, elcsodálkoztam, hogy mit vannak ezek a szabadulások. El akartam jönni onnan, mert nagyon féltem. Felkaptam a gabát, tartkalodva János, azt mondta, nem ennyi, mert jó helyet lesz. Hát úgyis ott maradtam, utána egy pár nap vagy pár hét múlva beteg voltam, nagyon amúgy, hogy az a lényeg benne, hogy aztán mindig gyulladású, még 18 millimétres daganat voltam aljában. Akkor így aludtam, gondolkodva, hogy mi lesz velem, csak egyszer csak megjelent két angyal az ágy mellett. Mondta, hogy ne féljek, mert meg fogok gyógyulni, meg rendben lesz minden velem. Úgy is volt, bementem másnap az orvos Egerbe, ezt pillanat mutattam is a papírokat, hogy milyen volt előtte, meg milyen lett utána. És akkor bementem az orvoshoz, megvizsgáltak, ultrahang, CT, és a leletet kiadtam, és negatív volt minden rajta. Még azt szeretném mondani, hogy 22 mind a halmes vagyok, ez nagyon nagy dolog, míg a feleségemnek soha nem mondta azt, hogy szeretem. A 23 családom, nagy gyerekeim vannak már, 40 éves vagyok. Azt a gyereke olyan volt, hogy nem is harcot hívtunk a gyerekkel. Úgy volt, hogy megölem, kinyílom. Annyira úgy utána bejártam a gyülekezetbe, az azt mondom, mostanában már mindig mondom, hogy szeretem. A gyerekkel úgy vagyok, mint a legjobb barátom, meg a legjobb társadalomból.
Én körülbelül 2 évvel ezelőtt értem meg, az Úr Jézust akkor fogadtam be szívembe, és ez idő alatt történt velem rengeteg minden ezen az úton. Történtek jó dolgok is, rossz dolgok is, de mindig tudtam, hogy hova kell fordulnom a rossz dolgok idején. Tudtam, hogy Úr Jézus mindig ki tud engem hozni minden helyzetből, minden rossz helyzetből, és számomra ez a legnagyobb bizonság, hogy most itt vagyok, és szövetséget köthetek az Úr Jézussal. Köszönöm, hogy megtaláltuk a választ. Több mint 1 évvel azelőtt értem meg, tavaly áprilisban. Hát az Úrnak nagyon nagy munkája van velünk az eddigi életünkben. Hát nem is tudom, melyiket kezdem először, nagyon sok van. Inkább azt mondom, ami április óta mi keresztény életünkben. Hát áprilisban ugye megtértünk, és hát nagyon nagy tűzzel voltunk, és a dicsőség Istennek a mai napig is. Hát így történt velünk, hogy sajnos a kisfiamnak volt egy betegsége, hogy a kis heréje az egyik, az nem szállt le neki, és beutalták Miskolcra, hogy meg kell műteni. Hát szerintem minden szülőnek ez az egyik legrosszabb, ami csak létezik, hogy a saját gyerekét kórházba tutatja. Hát én úgy imádkoztam akkor, hogy még soha, nagyon-nagyon buzgón imádkoztam, és kértem az Urat, hogy utolsó még az ő gyógyító erejét és hatalmát, én kértem, hogy utolsó még nyilvánvaló hatalmát, hogy az a gyógyulás nyilvánvaló legyen. És láttam olyan dolgot a saját szememmel, hogy Jézusnak kint volt a keze, a kisgyereknek, az 4 éves az enyém, benne volt a Jézusnak a 2 keze között, és ez egy olyan április volt az életünkben, hogy azt nem tudom elmondani. Felhívtam gyorsan a feleségem, ő megfogott vele, felhívtam. Mondta neki, hogy nyugodjál meg, minden rendben lesz, mert én láttam, hogy Jézusnak a keze között ott van a gyereknek a keze. Ja, és a lényeget elfelejtettem mondani, hogy előző való este, még el nem mentünk, úgy aludt el, hogy összetett kézzel imádkozva egy 4 éves gyerek. Amit nem hiszem, hogy a szép az napi lenne. És hát úgy volt, hogy egy fél óra lesz az egész, de hát sajnos nem egy fél óra volt, hanem ilyen 2 óra környékén volt bent a műtőbe. És kitolták a műtőből, és mondta a feleségemnek, hogy anya, azt mondja, én láttam Jézust. Ugyanazt az Úr megmutatta neki magát, úgy, ahogy én nekem. És hiszem azt testvérem, hogy ez nektek is, aki még nincs megtérve és nem fogadta be az Urat, az legyen egy olyan bizonság nektek is, hogy igenis egy élő Isten az, akihez imádkozunk és fohászkodunk a mai napig is. Köszönöm, hogy meghallgatott. Hát én Egerbaktáról jöttem, másodéve meg vagyunk térve. Férjem merítkezett, de én akkor visszaadottam, mert nem adtam, még nem adtam még kész. Így jó helyet szerintem. Na, elsőnek a... Köszönöm. Hát én nagyon bulizós voltam, mindig bulizni, ital, buli. És ebben mindig bajok voltak, mindig verekedtünk, vagyis verekedtem. A férfiaknak is neki mentem. És tehát, hogy gyülekezetbe járunk, nem iszom, nem járok bulizni. Volt egy összevitatkozásom egy hölgyen, akkor nagyon indulatos voltam, utcáltam a kocsiból, most megverem. És amikor odaléptem hozzá, akkor magam rá. Akkor simogattam, nem szabad ilyen csinálni. Mert ilyeneket mondtam neki. Isten, most ezt miért mondtam? Mert nem is akartam ilyet mondani neki. Meg nagyon csodálatos dolgok történt. Van egy 6 éves kisfiam, aki Isten szemünk előtt mutassa meg, hogy milyen csodás, megkapta az angyali nyelvet, ami nagyon-nagyon csodás. Egy 6 éves kisfiamnak. Akkor volt én úgy tértem meg, hogy volt 2 éve nagyon súlyos beteg voltam, depressziós voltam, meg depressziós szindróma volt, ami elájultam, nem tudtam semmit, úgyhogy mentő hordott, mentő itt, nem tudtam semmit gyerekeinek, csak feküdtem a szobába, nem tudtam a gyerekeimhez hozzászólni, gyerekeim mentették meg az életemet, ők hívták a mentőt. Mindig elvesztettem az eszméletemet.
De mikor bekerültünk a gyülekezetbe, akkor ott Isten engem meg is szabadított. És utána megint voltam a nagy világban, Uli, Jacobin, és akkor megint mutatta Isten, forgatta lefelé előtte, hogy nem kell ma az nekem, hogy mi bűn szabadított meg, hogy szenvedtek a gyerekeim, a férjem, hogy szenvedett. És mutatott egy nagy, akkor előtt egy nagy biblia, fekete, nagyon csodálatos, mutatta Zsoltán 53-ról azt az igényt. És nagyon örülök neki, hogy most itt lehet. Nem kell ide jönnöd, csak álljál fel, hogy lássam. Tehát nagyon sokféle iratkozatból jöttek, ő egy hajlott a magammal. Megerdül, és megtért az Úrhoz. És ott az ő környezetére hirdeti az evangéliumot. És pedig köszönjük közöttünk szeretettel Csalóki Attilát és Keres Verségét Marikát. Az a megtiszteltetésért engem, hogy rövid ideig a festőről is lehettem az Úr kegyelméből, és az az idő tényleg az Úr kegyelmesége volt, hogy nem lett végül. De átvészeltük ezt, és nagyon örülünk, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor kérlek szeretettel, hogy szóljat közöttünk az Isten igéje. Az egész belső reszket. Illetve én nem szeretem azokat az embereket, akik megjátszák magukat. Én nem vagyok egy nagy tanító. Én úgy éltem az életemet, hogy nem igazán Isten szerint éltem az életemet. 14 éve ezelőtt tüdőrákos lettem, és én akkor tértem meg. Azért, mert nem fogadtam be Jézus Krisztust a szívembe előtte. Azért, mert nekem jobban tetszett az, hogy én a magyar válogatottba dzsúdóztam, profi voltam 5 évig, és ez mellett a nagy profiságom mellett, benne voltam az alvilágban, a mafiában, és nekem az jobban ízlett az a rész, amikor futtatott kurvákkal voltam együtt, meg éltem az életet, mert a kaszinóba, az ital, a drog, de Istenre nem szükség. Istenre nem volt szükségem. És én a mai napon azért értem közétök, biztos vagyok benne, hogy én ember miatt el kellett utazzom ide hozzátok, azért, hogy halljam meg az Istennek a hangját, mint ahogy én nem hallottam meg egészen 33 éves koromig. Azért, mert nem akartam meghallani az Istennek a hangját, azért, mert nem akartam az Istenről tudni. Tudjátok, én féltem az Istentől, de nem akartam beletartozni azok közé, akik az üdvözlendő soráiba vannak. Mert én jobban élveztem az életet. Úgy gondoltam, hogy nekem örök életem van ezen a földön. Nekem nagyon jól össze az, ha így vagyok, hogy most vagyok. 4 fiam van, de nem igazán foglalkoztam akkoriban velük, mert jobban tetszett a kaszinó, jobban tetszettek a nők. És tudod, itt szóhozni kellett egy... Eljött egy nap, azért csak egy bizonyságot mondok arra, hogy eljött egy nap az életembe, amikor olyan sok figyelmeztetést kaptam én az Istentől. Meghalt 7 ember. Nem foglalkoztam velük, mert azt mondtam, hogy ez az ő figyelmeztetésük, nem az enyémé. Utána nekünk volt 2 ütközésünk, 2 garambulunk volt a családdal. Akkor is érintett meg, úgymond, lépődött rólam Istennek a szava. És ugye hát egyszer rosszul lettem. És elkezdett csorvadni a kezem, fogytam 10-talány kilót, most is nem férne, hogy fogyjak. De bevitték a kórházba, és megállapították azt, hogy tele van a tüdőm daganatok. És itt már nincs visszaút. És bekerültem a pulmonológiára Budapestre, befeküdtem, és ott feküdtem 3 emberrel még egy kórterembe, és azt mondták mindig azoknak az embereknek, nekem is, hogy javul Jani bácsi, javul Józsi bácsi, úgy megjavultak az öregek, meghalt mindenki mellőlem. És ugye, utána erre is kezdtem attól fejlődni, hogy ennyire jó javulok én is, akkor körülbelül van még hátra pár hetem. Mert semmit nem csináltak velem. Azt mondta a magyar pár professzor, uram, amit minden rajtunk át megtettük, a többi meg fölöttünk lévő. Magyarán mondja, nem hitt Istenbe, de abba sem, hogy meg tudnak gyógyítani. És tudod, Isten volt az, aki szólt hozzám azon az éjszakán, az egyik éjszakán, hogy vagy ott adjam azt az életemet, amiben benne vagyok, és megtérek is, ad egy új életet, és kezdhetek egy újat az Istennel. Tudod, azóta élök azért, hogy Istenben élök. Van egy ország, ahol készülök majd a mennyországba, neked van hol laknod, ez nem csak ezen a földön fogsz hol lakni, hanem fönt a mennybe, és az Isten készített a számomra egy olyan helyet, hogy átadtam az én szívemet neki, betöltekeztem az én szent szellemével, és tudjátok, egyedül így van valami, ami visz előre, az Istennek a lelke, mert ahol nincs az Istennek a szelleme, ott vége van a gyülekezeteknek, vége van a városnak, vége
országnak, vége van mindennek. És az egyetemi, ami föl tud tüzelni, az Istennek a lelke, ami bennem van, az Istennek a szelleme, ami motivál. Az, hogy menjek hirdetni az Istennek az igét, hogy honnan voltam régen, és hova kerültem most, hogy milyen mocsokba voltam, és hova jött az Isten. És tudod, ez vár rád is, ő rád is, a mai napon, amikor megteszik ezt a pecsétet. Voltam kint Romániában szolgálni, bemerítés volt ott is, csak egy volt a különbség az a gyülekezet, meg ez a gyülekezet között. Hogy a bemerítendőknek az arca az olyan volt, mint a temetés előttem volna. Ott basszus gitározok, van a basszus gitárosok. Az olyan jól játszik. Ott basszus gitározok, nézem az embereket is, mint le kellett állítanom a dicséretet, és megkérdeztem, ne aggódjanak testvérek, de ez temetésen vagyunk, vagy bemerítés? Mert akkor átállunk egy másik fajta zenére, mert ez így nem lehet tovább. Tudod, a gyülekezet nem jött ebből a rítmus. És ennek a szelleme nem mozgik meg a gyülekezetben. A bizonyság, ha nincs bizonyság azoknak, akik bemerítkeznek, tudjátok, az a legrosszabb. Mi a te bizonyságod? Nem merítünk be embert, ha nincs bizonyságod, nem merítjük be. Tudjátok, az a prédikátor, aki beszél, én nem ítélek meg senkit, az Isten ítélje meg őket. De olyan hite volt neki, hogy volt ott egy 60 éves néni, akart azt is meríteni, és mondta neki, hát, hölgyem, gyátülejte, erre a kis időre, amit még az Isten neked adott, mi a elképzelésed a bemerítéssel kapcsolatban? Tudjátok, akik így beszélnek, akinek nincs hit, ahol nincs a Szent Szellemnek a kenete, azok így beszélnek, ez a kis idő, amit még adta az Istentől. Vagy egyben mint előre lát egy méterre, semmit. Isten szelleme nélkül nem lehet csinálni semmit. Tudjátok, hogy bejöttem ide a gyülekezetbe, nekem van négy fiam, mind zenész, mi zenészek vagyunk, úgy zenészek, hogy dicsérjük az Urat. Tudjátok, hogy az elkezdünk dicsérni, akkor Isten a szelleme leszáll, csak akkor könnyű prédikálni, akkor jó is szócsőnek lenni, mert az Isten akkor tudja mozgatni bennem, azért kenetét, és akkor jön ki belőlem az Istennek az igéje. Nagyon meg keveset oda nézem a jegyzetre, amit máma azt hiszem nem is kell olvasnom, mert csak 20 percet tartom a prédikációra, úgyhogy hát kevés az idő, de tudjátok, nagyon jó, akkor ti bizonyságaitok. Nagyon jó, hogy Istennek a lelke mozog ebbe a gyülekezetbe, és ez az, ami motivál bennünket, ez az, ami motiválja a gyülekezetet, a pásztort, akkor amikor Istennek a szellemét fölemeljük, itt az Isten Jézus Krisztusnak a nevét fölemeltétek és elkezdett a dicséret szólni, akkor tudtam már, hogy jó helyen vagyok, mert nem tudjuk majd előkönni, nincs szükség már. De én nem hangulatot akarok csinálni egy gyülekezetben, hanem azt akarom, hogy az emberek megtérjenek. Amiben most benne vagy, abból lép ki. A mai napon egy Y-on eljárt az Isten tégedet. Azért, hogy vagy a halál felé fogsz tartani, és vagy az élet fele. Ugyanúgy az Y eljárt, mint én az Isten, hogy az Y eljártott azon az éjszakán, amikor ott sírtam, és azt mondtam, hogy nem fogom látni többet a gyerekeimet, mert tudod, hogy a halálbölgyének árnyékába jársz, ott rá fogsz döbbenni arra, hogy kész, vége van az életnek. És akkor rádöbbentem arra, hogy nem fogom látni a gyerekeimet, ki fogja őket főnevelni. Rögtön az eszembe jutott, de mikor? Amikor a halálnak az útján jártam. És akkor elkezdtem sírni. Akkor rádöbbentem arra, hogy vége van az életemnek. Isten az, aki új életet tud adni. Isten az, aki egy új életet ad őnekik is. Azért, mert a könyvek nyitottak meg a mennybe. És most így fogom kezdeni akkor a szolgálatomat. És látnék egy nagy fehér királyi széket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnnék a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitatálnak meg majd, egy másik könyv nyitaték meg, amely az életnek a könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amint a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadál halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik őnála voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek a tavába, ez a második halál, a tűznek a tava. És ha valaki nem találhatott beírva az életnek a könyvébe, a tűznek a tavába vetteték. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy az élet könyvébe. Elmondom nektek, hogy a mai napon ti nevetek beleszívva az életnek a könyvébe. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy könyvek nyitottak meg. Azért nyitottak meg a könyv a mai napon, hogy be legyen írva az ő nevük. És az Isten elfölveszi az ő tollát, és beírja az ő nevét, és a mai naptól kezdve az életnek a könyvében van írva a neved. Az életnek a könyvében írva van a neved, a neved, a neved, és nem tudom a ti neveiteket. Ha tudtam volna, ez egy 25 bemerítkezendő vagy, 24 van, mikor kiírtam volna oda az ő neveiket, hogy így van beírva az életnek a könyvébe, és ahol be van írva az életnek a könyvébe, akkor nem kell félned a második haláltól, mert mi történik? Mert az élet az, amiben bele fogsz lépni. Nem fogsz meghalni. Ezért prédikálok a Lázáról és egy gazdag emberről, hogy ő nem látott halált. Oda kerül Istennek a kebelébe. Az élet könyvébe.
az én nevem be van írva. Te neved be van írva. Kérdezném a többieket, te nevetek be van írva? Mindenkinek? De sok akkor szóljatok meg, hogy nem prédikálok tovább. Akkor dicsérjük az Urat, ha mindenkinek be van írva a neve, a gyereket nem kell evangélizálnom. Az én feladatom az, hogy hívjalak Istenhez, hívjalak Jézus Krisztushoz, hogy az élet könyvében be legyen írva te neved. Tudod, én úgy gondoltam, hogy nekünk is be van írva, én nagyon sok jót cselekedtem az emberekkel. Úgy gondoltam, az életnek a könyvében nem volt beírva a nevem. Az én cselekedeteim nem álltak meg. Lukács evangéliuma, 16. rész. Ez egy példázat. Valamelyik egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba, patyolatba, minden nap húsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű kórdús, hogy az ő kapuja elé volt vettetve, fekélyekkel telve. És kíván vala megelégedni a morzsalékkal, amelyek hullanak vala gazdának asztaláról. De az evek is eljövének, nyalják vala az ő sebeit. Ön pedig, hogy meghala a kórdús, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghal pedig a gazdag, és eltemettetik. És a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltva mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsáss el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjahegyét vízbe, hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyökretem-e lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy a te javaidat elvetted az életben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig a vigasztaltatik, te pedig gyötretel. És mindenek felett mi közöttünk és ti közöttetek nagy közbenvetés van, úgyhogy aki akarnak innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem az akarnét hozzánk, át nem jöhetnek. Mondta pedig Amosz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak a házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide gyötrelem helyére lejussanak. Mondani néki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. A mai világban nagyon sok gazdag ember van. Én szerintem az is gazdagnak, akinek van ruhája, étele. És vannak olyan emberek, akik, mint ez a Lázár, aki oda betetett a gazdagnak a kapujába, aki teli volt fekélyekkel, meg akart elégedni a kis morzsákkal. De ennek a Lázárnak, tudjátok, amivel volt többje? Neki volt egy Istenem, ami lehet, hogy éppen neked most nincsen. Ez a Lázár egy nagyon szegény ember volt, nagyon nagy fájdalmak között élt, nagyon sok gondolat volt a fejben, amikor látta, hogy megy ez a gazdag ember ki az ő kapuján, és oda si néz rá, de tudjátok, hogy mit csinált? Hát elolvastátok ezt az igét többször, arra is, amikor elolvastam többször, akkor rájöttem arra, hogy Lázár volt az, aki bizonyságot tett ennek az embernek Istenről. Lázár volt az, aki lépről fölfele kezdett prédikálni ennek az embernek, hogy térjen meg, még nem késő. De az az ember nem, ő karmazsinba járt, szép ruhákba, szép öltönyökbe, lehet, hogy luxuskocsia volt neki akkoriba, és szórakozott egész nap. De volt egy ember, aki a kapujába ült, aki folyamatosan prédikált neki, aki folyamatosan figyelmeztette. Lehet, hogy téged is sokszor figyelmeztetnek már. Nagyon sokszor ott van a kapud előtt valaki, aki figyelmeztetett. Lehet, hogy ott volt a lelkipásztor, aki figyelmeztetett, a szomszédod. Lehet, hogy apád, anyád vagy a testvéreid, akik figyelmeztettek már tégedre, és te nem hallgattál rá, hanem élted azt az életet, amit élt ez a gazdag ember. Aki nem foglalkozott az Istennel, aki nem foglalkozott a szegényekkel, aki nem foglalkozott Istennek az igéivel, mert úgy gondolta, hogy önnek ez pontosan elég, amiben benne van. Mit csinál? Vigadozott egész nap, mert volt miből neki vigadozni. És nem gondolt azokra, akik szegények voltak. Nem gondolt azokra, akik csórok voltak. Nem gondolt a hajléktalanokra. Csak arra, hogy jól érezze magát. De tudjátok, egy közös egybe a két emberbe. Az, hogy egyszer eljött a halál, mindkettőjén. Egyszer meg fogunk halni ezen a földön. Egyszer meg fog fejeződni az életünk. A te életed is. Ha azt gondolod, hogy örökké élsz ezen a földön, nagyon nagy tévedés vagy, barátom. Azt mondja, az Istennek az igéje 60, 70, legfőjebb 80 évet élünk itt. A kemény többet kap, az ajándék. Hát én szeretnék az életet betelve meghalni 120 éves koromban, de nem tudom, hogy az Úr így gondolta én. De azt olvasom az igében, ön pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemettették. Lázárt eltemették. Nem olvastam, hogy a Lázárt eltemették, hanem vitték az angyalok Ábrahám kebelére, a gazdagot eltemették. Tudjátok, több embert temettem már az életemben én is, mondanom az én testvérem is. Voltam kint olyan temetésekön, nem tudom, hogy az emberek az életében egy mocsok volt az élete, verte az feleségét, gyilkolta a gyerekeit, alkoholista volt,
hogy mondhatnám sok mindent rá az életére, de a pap úgy kezdte, hogy amikor a végelőtt a temetésnek, akkorára már pont be volt prédikálva a mennybe. Hát elmondom nektek, hogy ezt felejtsétek el. Az igében ilyen nincsen. De mindenki meg fog ítéltetni az élet könyvéből, az ő cselekedetei szerint. És ez az ember is megítéltetett. Nincs olyan, hogy beprédikáljuk a mennybe. Elmondok 50 mi atyánkot, 68 Szűz Máriát, meg ilyen hasonló imádságot, és már megvannak az örök élete. Nem, ilyen nincsen. Nincs örök élete neki. Az ő cselekedetei alapján fogja megítélni az Isten. Ezt mondja az Istennek az igéje. Én nem tudok másról prédikálni. Nem tudok arról prédikálni, hogy olyan kegyelem van ezen a világon, amiről most prédikálnak, hogy akármit is csinálsz, jó vagy, csak hit Isten hoznál, viszlát, nem kell járni gyülekezetbe, szívjad a cigarettát, menj az útszéri lányokhoz, semmi gond nincsen, nagyon kegyelmes az Úr, mindent megbocsátja neked. Nyugodtan benne élhetsz, amiben benne vagy. Hát elmondom neked, hogy ha cselekedeted, ha ezt cselekszöd, akkor örök életed van a pokolba. Tudod? Isten azt akarja, a mai napon gyere ki belőle. Tudod, sok keresztény ugyanúgy, hogy azt csinálja, mint a világiak. Csak kitűzte magára, hogy én keresztény vagyok. Tudod, azt mondják más gyülekezetekben, hogy bocs öreg, dohányzás nem bőn. Tudod, hogy olvassák a Bibliát? Egyik kezébe a Biblia, másik kezébe a cím. És akkor arról beszélünk, hogy a Szent Szellemnek a temploma a mi testünk. És a ti testület fertőzött be. Dohány. Drog, bármentő függőséged van, elválasz Istentől. Bűn. Lázár Istennek volt a keveré. Gazdag ember a másik oldalon volt. Nincs átjárás, azt mondja az ige. Akkor a közbenvetés van, hogy ott nincs átjárás. Nem fogsz tudni átmenni a te rokonaidhoz, nem vagy se rokonaid sem tudnak átmenni hozzád. Ő csak arra vágyott, hogy korty víz, egy gyújtsa bele az ő ujját. Tudjátok, együtt tudta a nevét, hogy Lázár. Mondta, nem is azt mondta az Ábrahámnak, hogy gyere Ábrám, adj egy kortyvizet, hanem a Lázár, azt a Lázár küld már át, aki ott volt az én kapom előtt. Hogy itt csak az ujját nyújtsa bele a vízbe, egy életet adó vízbe, mert itt szenved az egész testem, hogy csak érintse meg, hát nem ők szabadulok. Csak egy kicsikét enyhüljön a fájdalmam. Tudjátok, nagyon sokan így gondolkoznak ezen a világon, hogy csak egy kicsit nyúl bele a világba, csak egy picikét, egy kicsit eltompítom az agyamat, mert régen én is ezt csináltam. Amikor ennyi voltam gond a problémám, mit csináltam? Ittam. Mert felejteni akartam, mert akkor nem volt bennem félelem. Annak ellenére, hogy én ilyen, már nem vagyok erős, Krisztus erős bennem, de testőrökkel jártam, meg pisztolyjal. Mert féltem, és éjszaka is féltem aludni, nem volt békességem. Szóval, hogy nincs békességem, a problémák vannak, amit itt hallottam végig, azt hallottam, depresszió, depresszió, depresszió. Depresszió mit hoz? Öngyilkosság, öngyilkosság, öngyilkosság. Rossz gondolatok. Nem köszönöm a feleségednek, hogy szereted a feleségedet? Te, én napjában elmondom azért neki, legalább egyszer biztos elmondom. Na, vagy minden más nap. Mert akarom szeretni. Akarok más lenni, mint a többi ember. Én akarok Krisztusi lenni. Én akarom szeretni az embereket. Tudjátok, én régen nem szerettem a cigányokat. Én vertem a cigányokat. Mert bennem volt egy gyűlölet. Én voltam a nagy, akinek kezet csókoltak. És hogy akartam, pucoltam kifele őket. Tudjátok, azóta megváltoztam, miután megtértem. Roma gyülekezetet alapítottunk. Minden nap lémoltam egy évet köröztül öcsödön, jártam oda a romákhoz. Együtt voltunk velük, hoztuk őket ki a mélyből, együtt imádkoztunk. És tudjátok, hogy mi történt mindig? Amikor lementem a gyülekezetre öcsödre, akkor tudjátok, hova mentem lé? A gyógyulásnak a házába. Akkor hullafáradtam, utaztam a családommal hozzájuk, egész nap dolgoztunk, akkor lementem és betöttem a lábam a kis gyülekezetbe, vagy egy házi csoportba, akkor én úgy jöttem onnan haza, hogy a gyógyulás házába voltam, azért mert bármilyen testvér is volt mellettem, aki megfogta a kezemet, éreztem, hogy az Istennek az ereje akkor rám száll, azért mert az Istennek az ereje bennük volt és bennem volt, mert betöltött Isten az ő jelenlétében. Azért mert nem azt néztem, hogy kicsoda van mellettem, hanem vágytam az Isten közelségére. A gyógyulás háza ez a ház is, ott van az összönnek a hívők, ezeket a keresztények. Isten gyógyulás házára alakított, tudod, mert te behozott, mint test hozzátok őket be, akinek kivonultok, Isten már nincs itt. Isten ott van, ahol vannak a keresztények. Ez egy üres ház lenne, akik nem lennétek bent. Ha benne nem lenne benne Istennek a jelenléte, nem volna miről beszélnem most nektek, mert nem érezni vissza a kapcsolatot, mivel össze vagyunk kapcsolódva ő vele, meg vele, és a többiekkel. Mert a Szent Szellem azon összekapcsol bennünket. Így van? Amen. De azért vagyok, azért örülök, hogy itt lehetek ebben a melegben is. Azért, mert szeretek együtt önnek közül az Istennek a tagjaival, azokkal összekapcsolódni, akik az Istent imádják Jézus Krisztus által, akik föl tudják emelni az ő kezeiket, akik odaszállják az életüket az Istennek, és nem a hangemberök,
kiszálltam az urat, és ha kiveszi a lábát innen, él az ő életét. Veri a családját, iszik, dohányzik, vasárnapra újra mögtér. És minden vasárnap mögtér, minden vasárnap előre gyűlt, imájé. És hordozod a démonokat, meg a tisztátal a lelkeket. És elmondom neked, hogy ilyen van köztetek most is. És azt súgja a fülibe, ne hallgass, amit mond. Ne foglalkozz, amit mond. Nem igaz. Hidd el, hogy sokkal jobb nálam lenni. Sokkal jobban érzed, ha velem vagy. Hányszor szóltam neked éjszakánk, és milyen jó érezted magad. Elmondom neked, hogy a sátán szól hozzád. Eltelik egy-két hónap, utána fogsz öngyilkos lenni, utána gyűjtál a depresszió, és utána ki fog nyílni. Ha nem fogom meg Istennek a kezét, tudod, mert ma még lehet, és ma még szabad, de én azt mondom, hogy boruljál le a kereszt alatt. Azért az Isten azt várja mai napon, hogy válaszunk elé rakod, hogy az XY-ba válaszd az életet, hogy ne menj így haza, hogy bejöttél ide. Én csak akarok úgy hazamenni, hogy bejöttem, tudjátok, mert betört az Isten jelenléte, hogy szólt a dicséret, amikor láttam a tesókat, hogy játszanak, láttam azt, hogy a mennyis leszáll ide közénk. Azért, az Istennek az akaratában ez benne van, hogy beverítkezzenek az emberek, egy új életet kapjanak és megváltozzon az életük. Jézus Krisztus ezért halt meg a Golgotán, érted? Ezért adta ki a vérét, érted? A Lázárét és a többiekért. Ennek még van lehetősége, nem úgy, mint a gazdagnak. A gazdagnak már nincs lehetősége. És nézzétek, hogy mit mond ez a gazdag ember. Mondom pedig, Ramasz, kérlek az én téged atyámhoz, bocsásd el őt az én atyámhoz. Atyámnak házához meg, mert van öt testvére, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide a gyötrelem helyére ne jussanak. Tudjátok, itt mondja, hogy tegyen bizonyságot Lázár. Honnan tudta az ember, hogy Lázár bizonyságot tud tenni az ő öt testvérének? Hát csak onnan tudhatta, hogy neki is bizonyságot tett. Csak ő nem foglalkozott vele. És akkor mondja neki, hogy küld vissza. És el azt mondja neki, Ábrahám, hogy nem küldünk senkit vissza. Van nekik Mózesük? Van nekik prédikátoruk, van nekik egy Berkes András, Berki András, bocsánat. Vannak vezetőik, akiknek a szavát hallja. Tudom, amikor prédikálunk, nem a mi beszédünket hallod, hanem az Istenét. Vagyis remélem, hogy tiszta a szócsőröm a mai napon is, hogy az Isten tud átfolyni rajtam, nem az elmémből prédikálok. Tudjátok, volt úgy, hogy elmentem evangélizálni, nem kell nekem készülni. Egy csípőből. Simán kilövöm ezt a prédikációt. És akkor elmentem, ott nyitottam ki a Bibliát, és akkor tudjátok, hogy bele akartam durantani. Uram, szálljon a te szellemed rám, és akkor folyjon minden. Azt nem volt semmi. Elmondtam az ötödik mondatot, és azt éreztem, hogy bum, nincs semmi. Mert Isten nem kísért engemet. Istennek a szelleme nem jött velem. Azért, mert az Istennek nem lehet játszani, hogy egy csípőből kilövöm az Isten, meg amely az agyamból elkezdő prédikálni. Tudjátok, hogy nem mozdult semmi sem. És akkor likölött állam, az a készülés, amit ott költ volna csinálnom, ott a gyülekezetben. Bocsánatot kérdem az Istentől, az emberöktől, és megalázkodni és kérni, hogy Uram, töltsd be a jelenlétettel. Hogy tudjak mit adni. Tudjak egy adó lenni. Meg tudjam alázni a szívemet. Mert szükségük van rád, nem rám. Tudjátok, nagyon sokszor úgy gondolja az ember, hogy én rám van szükség. Nem rám van szükség, hanem arra, hogy menj, nyisd ki a szívedet, és az Isten hagyd tudjam átfolyni. Hogy tudjam átmosni. Ennek az öt testvérnek is arra lett volna szüksége, hogy viszont a gazdag, hogy küld vissza, hogy prédikáljon nekik. És tudod, ha nem hallod Isten hangját meg, hozzád jöhet akárki. Személyesen megjelenhet Jézus, akkor sem fogsz hinni benne, ha nem hisz a prédikátor hangjának, ha nem hisz az Istennek az igénynek. Isten azért küldte az ő fiát, azért küldte az ő igéjét, hogy annak higgyetek. Higgyetek Jézus Krisztusban. Az ő vér azért folyt ki a Golgotán, a ti bűneidért, és amit hallottam végig, a ti betegségeidért. Ha innen, azon az éjszakán nem adom át a szívemet Jézus Krisztusnak, akkor én tüdőbe elpusztulok. De az Isten adott egy kegyelmet. Isten azt akarta, hogy megváltozzak. És én megváltoztam, mert hoztam egy döntést, hogy nincs nő, nincs semciki, semmi, ami az életemben benne volt. Nem jutam hozzá hazárjátékhoz, nem ittam,
Nem csináltam a dolgaimat, amit régen csináltam. Egy új teremtést lettem, egy újra megváltozott ember lettem. Tudjátok, ez az, amit az emberek látnak az életemben. Hála az Istennek, hogy most már nem félnek tőlem, hanem odajönnek és átölelnek a romák is, átölelnek a magyarok is, amelyre ott azok ezen a földön, mindenhol már azt látják bennem, akire bennem van Istennek a szelleme, azok összekapcsolódnak, mert azok egy hullám hosszon vannak. Én tudom azt, hogy ki az, aki van Isten lelke van, tudom azt, hogy kiben van a sátának a lelke. Ha átöleljük egymást, szóval az Istennek az ige, kapcsok, kötelek által vagyunk itt. Összekötve, átölelem a Berki testvéremet, tudom, hogy összekötött Isten bennünket, mert egy szövetségben vagyunk átitatva, egy vér ontatott ki érettünk, nem az én vére, nem az ő vére, hanem Jézus Krisztusé ontatott ki, érettel is, Isten ezért hív! Ha döntést akarsz hozni a mai napon, az üdvözelendünk sorában akarsz lenni, ha nem akarsz úgy járni, mint ez a gazdag ember, hogy amikor meghalsz és fölnyitod a szemeidet, a pokolba találod magadat, akkor az is adod a mai napon, hogy egy újat tudják kezdeni. De a mai napon lépj ki abból, amiben benne vagy. Lépjél ki azokban a dolgokban, jóslás, és a hasonló dolgok. Tudjátok, köcsödön is olyan sokat küzdöttünk. Mert az emberek azt mondják, hogy hát elmik a jóshoz, hogy meg tudja már, mi történik majd velem holnap, a következő időkben. De mondom neki, a jós lehet, hogy elmond egy-két dolgot a életedre, de mind sátán nem úgy csinál. De én egyet tudok neki, hogy én nem vagyok jós. Én elmondom a frankot most is neked. De ingyen. De olyan vagyok már most tisztára, hogy ingyen csinálok mindent. Isten azt mondja, hogy ha nem térsz meg a mai napon, akkor út a halálnak vezető útján fogsz járni, a pokolba fogsz kerülni. Látod? Ezt ingyen mondta. És aki azt mondja az Istennek, hogy Uram, én akarok. Akkor nem kell oda nagy szöveg, nagy duma, csak azt kell, hogy akarok. Azok a dohányosok, akik nem akartak megtérni, mert egyszerűen azt mondta, nem bírok leszokni róla. De hogy nem, akarni kell. Aki azt mondja, csak hogy szeretnék leszokni, soha nem szokott még le róla. Akarni. Amikor a feleségem rákos lett, ményak rákos, én akartam, hogy meggyógyítsa az Isten. De én tudtam sírni érte. Tudod, összehívtam a családomat, elővettük az olajos szerencémet, és mit csináltam vele? Azt csináltam, hogy le van írva az igébe, hogy kedd meg a betegnek a fejét olajjal, és hülyés igaz az Isten, hogy meggyógyítja a beteget! Ugyanezt kell, mint a fiammal, és kedd meggyógyítja meg a fiam! Kinek gyógyít meg a fiam, bizonyságot kitette? Ő! Ugyanígy voltunk a szívkórházban, a fiam megszületett, négy lukkot a szívén neki. De azt mondják, hogy az befor, és ezt tudomásul is vettük. De azt már nem tudtam tudomásul venni, hogy szívaorta szűkület előtt neki közben. És tudjátok, az aorta az nem szokott kitágulni. A koszorúért tudjátok, az összes szűkült neki. És azt mondta az orvos, hogy nem sportolhat. És a többször fogja majd azt látni, hogy beszűkül az arca, és elájul, néhegyünk meg. És tudod, akkor úgy éreztem magamat, hogy Uram, mint az Istennek az emberem. Én a hétfőn fogom vinni ezt a gyereket újra a kórházba. De vasárnap elmegyünk a gyülekezetbe, ott prédikálni fogok, és én meg fogom kenni a fiamat olajjal, és csak megérni fogom a gyülekezetet, azok nyújtsák ki a csak a kezüket, akiknek tiszták a kezeik, nem fizikálisan, szellemileg. És imádkozunk az én fiamé, mindnyájan. És megkentem olajjal, és elkezdett imádkozni a gyülekezet. Mert a hívők imája nem hull a porba, a hívők imája föl vagy a mennybe. Tudod, az én imám az a mennyigér, nem a plafonig. És imádkozott a gyülekezet, és másnap fölvittem a kórházba, és az orvos akarom szaporítani a szót, de az orvos azt mondta, soha többet Cselocki úr nem kell visszahozni a gyereket. Egy gyógyul! Istenek ez a dicsőség! Istenek a dicsőség mindenki! Mert Istenek gyógyító és a szabadító. A halál völgyének árnyékában is jársz most, gyereké. Mert az Isten lényul érted. Azért küldött engemet, hogy figyelmeztessenek, hogy térj meg. Kapsz egy új ruhát. Hogy az életkönyvében be legyen írva a te neved. Hova van írva a te neved? Az életkönyvében vagy a halálkönyvében? Valamelyikre be kell, hogy legyen írva. Vagy az élet, vagy a halál. Az én nevem az életben van már beírva. Az ő nevük az életben. Vagy bele vagy a hullámsírba, onnan úgy fog visszajönni, aki kapott egy új nevet, egy új élettel. És be van írva, fehér kövecskéről írva a nevenet is. Tudod, azért, mert az arccal ragyog, mert Jézus Krisztus lakodik benne. A te arccal én nem ragyog. Ki arcod, én nem ragyog? Ki? Ki lakozik benned? Mi lakozik benned? Isten változást akar hozni. Ne menj haza, ne menj haza úgy, hogy bejöttél ide. Nézd meg azokat, akik majd bemennek a vízbe. És tudjátok, nem biztos. És én szeretném azt, amikor bementetek a vízbe, visszajöttetek és kézzelfítele imádkoznak értetek majd a vezetők, hogy utána elfelejtsétek azt, hogy Isten az, aki veletek van.
Soha ne felejtsd el. Soha ne felejtsd el imádkozni, az első szeretet ne halljon ki belőle. Az első szeretetnek a tüze, amikor szájba akarsz valakit vágni, akkor történjen meg veled az a csoda, hogy odamész és megsimogatod a fejét. Bocs, öreg, de nem bántalak! Mert régen ez így történt, hogy jó szájba vertek, és csak rögre mutat. Nem, az Isten mást akar, hogy ki akar tűnni bémet is szó a szádból, akkor talán még arra mondasz, hogy bocsáss meg neki, atyám, nem azt mondod el, amit mondani akartál. Mert az Isten a változásnak az Istene. Isten az nem is lehet besodnád, nem lehet bekatujázni. Isten azt akar, hogy megváltozzon az életed. Amen. Életem meg van változva? Halleluja! Változás! A mai napnak a szlogány az, hogy változás. Megváltozni úgy, mint Lázár, hogy bekerült. Még akkor is, ha tele volt fekélyökkel. Még akkor is, ha gazdag előtt ott ütő minden nap az ő kapujába. De ő az Istent választotta. Ő azt választotta, hogy beszéljön Istenről, Jézus Krisztusról. Tudjátok, nagyon nehéz azt mondani, hogy így hajléktalan. Figyelj, hajléktalannak közé is ki kell menni. Volt a mi családnál. Házi csoportot tartottunk. És akkor teli voltak tetvekkel. És jártunk abba a családhoz, akkor hazamentünk, lefürödtünk, tisztítottuk a ruhánkat, és ez minden héttől jártunk oda. Elmondom nektek, hogy én régen nagyon finnyás voltam. Nem, hogy négy csillag alatt nem is feküdtem sehova, főleg hotelben nem. Nem szerettem a piszkos ruhákat, piszkos, simit nem szerettem a piszkot. És akkor elkezdtem szolgálni, akkor meg kellett tanulnom megalázkodni. Meg kellett tanulnom azt, hogy hozzá kellett nyúlnom ahhoz is, akinek folyt az óra. Hogy éppenséggel befejeztük a házi csoportot, és azt mondta a házam az ura, hogy bocsánat, de beszaladok a vécére. Beszaladt és hallottam, hogy nem is jutottam meg a vizet, nem csöpök a keze. Hát nem a víz csöpögött a keze, hanem éppen brunyázott, aztán arról csöpögött vele. És úgy jutott a kezet fognosz, úgy kezdünk imádkozni, tudod? De az Isten jelenléte ott volt akkor is, mert nem azt néz az Isten, hogy mi vagy érted? Be, hanem mi jön ki? Mi jön ki te belőle? És tudod, ő tudtam így alászkodni, hogy az Isten még magasabbra tudott fölemelni. Azért, mert nem föntül lefele nézők vagyunk mi, hanem alulról fölfele. Mert a szemeimet a hegyekre emelem. Mert onnan jön az én segítségem, tudod? Hát nem ezek a hegyek, amik körül vannak körül, hanem az Istenre. Az én kezemet fölemelem. Nem tornaóra van akkor, amikor a dicsőítés játszik. Nem arról beszélünk, hogy főleg, hogy léteződ a kezedet, hogy jól legyen az izommozgás, vagy a vérkeringés, hanem az Istennek emellett van a kezedet. Az Isten dicséred akkor, az Istennél izzadok mostan. Tudom, mert szerető Jézus Krisztus, azért izzadok, mondom a feleségemnek, hogy köszönjük össze a kellemeset, a hasznosat, hozzon mosóport magába, öntsön ilyenkor rám, akkor végre az Isten tiszteletnek már ki van mosva. Ilyenkor zsúrul a víz. Tudod, változás. Hófehér ruhások. Övék a mai nap. Akkor azt köztük lenni? Vagy már köztük vagy? Vagy csak azon a fehér ruhádon vannak foltok? Isten mi most a Jézus Krisztus által az ő vérével lé akarja most a fehér ruhádról a fejkedve foltokat. Ő tiszta ruhát adott a te számodra, amikor megtértél. Tisztálja. Nem én Jézus poszoltok, piszkítottad el, hanem te. A bűnök. Szükséged van arra, hogy megtisztítsd a te ruháid. Másik felé meg szükségem van arra, hogy újat kapjál. Egy új életet. Istennek ez az akarat a te életedre. Ezt röviden elmondtam neki. Tudnánk, hogy sokkal hosszabban prédikálni, de nincs értelme. Isten válaszút elé rakott benneteket a mai napon. Minden napon válaszút előtt vagyunk. Csak nem biztos, hogy ő fogod élni a holnapi napot. Senki nem garantálja. Senki. Most temettem el, most temettük a barátomat. 47 éves, ugyanannyi, mint én. Ő az alvilágban a Esztergomi részek volt a főnöke. Csak tudjátok, azért nem ölték meg, mert klerózis multiplex előtt neki. És több mint 20 éven keresztül sorvadt az agya meg a teste. És már végül nem tudta kitörülni se. Végül nem tudott felállni, és így pusztult el. 47 évesen. Nem mondhatta el, hogy az élete betelve ment el. Hagyták, hagy szenvedj. Gyönyörű szép felesége volt neki, két gyerekkel. Én nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Egyötök se tudja. Ezért figyelmeztet Isten. Akkor hallod, nem Mózesnek a hangját halljátok máma, hanem Jézusét. Nem az én hangon beszél, hanem Krisztus. És ő hív téged. Ő kopogtat a szívednek az ajtaján. Lehet, hogy kicsit hangosabban beszéltem, mint kellett volna, de tudjátok, nem tudok halkan. Azért, mert én benne az élet van. Tudjátok, hol vannak a csöndes emberek? A temetők.
Bocsássátok meg! Ha nem kiabál senki! Elmentem egy gyülekezetbe, bocsánat, hogy gyülekezetőket például, nem mondtam úgy, hogy melyik az. De szomorú volt, amikor prédikáltam, azt mondták ott a testvérek, hogy öreg, jó ez, de tudod, szükség van a hangos Péterekre, de szükség van a csöndes Jánosokra is. És tudjátok, tudod, a mi gyülekezetünkben azért nem így vannak a Péterek, inkább jól lenne ezt a kocsit, ha néha a féket is nyomni. Csak tudjátok, az ő kocsiukban így volt a probléma, hogy nyomták a féket, volt gázpedál is az ő kocsijukba, a gyülekezetnek a kocsijába, csak itt valami nem volt, tudjátok mi? Motor! Azt mondja, beülsz egy kocsiba, amiben nincsen motor, ha a fájkét nyomod, ha a gáz nyomod, az nem fog menni sehova. A motor pedig a Szent Szellem. A Szent Szellemnek a tüze, ami mozgat, így fel benned, érted? És Istennek a Szelleme az így átmozgatja az egész életedet. És akkor tudod, hogy csinálsz? Akkor tudsz prédikálni. Betöltekezett Péter, 3000 tértek meg, mert Péter betöltekezett Szent Szellemmel. Amikor én elkezdtem imádkozni, megkértek rá, hogy imádkozzak már egy cigányasszony, egy Romániában voltunk kint. Soha nem imádkoztam még idáig senki, és akkor imádkozzak érte, és oda gyűjt az asszony hozzám, nem voltam betöltekezve Szent Szellemmel. De egész nap akkor azért imádkoztam, hogy Isten töltsön be az ő jelenlétébe. Én láttam azokat az embereket, akik be voltak töltekezve. Én fák volt bennem, Uram, töltsd be engem is a vaj előbe. Töltsd be azzal a hatalommal, hagyd beszélj ki is nyelveken, hagyd tudja a dicsőíteni és magasztalni. Én egész nap ezért imádkoztam. És este azt mondja nekem az egyik testvérem, hogy menjek imádkozzak a tömegbe, imádkozzak, aki akarok. És oda gyűjt hozzám egy cigányasszony, és azt mondja, na, aki mi imádkozzak érted? Csak azt mondta, hogy azért, mert tölőrákos vagyok. És kidobott a családomát. Az Ukrajnában volt. Tudjátok, ott aki beteg, azt kidobják. Nem tudom, mutatok meg ilyen táborokban, ahol laknak. Ott nincs, aki nem dolgozik, azt kiteszik, mert nincs rá szükség. Nincs annyi kenyér, hogy egy betegüket eltartsák. És az asszony azért tudta, hogy imádkozzak érte, hogy gyógyítsa meg az Istenet a tüdőrákból. És tudod, hogy érdekel, oda mentem hozzá, rátettem a kezemet a testvére, és akkor elkezdtem összeszedni, Uram, a legszívben akarok imádkozni érte. Hogy Uram, Jézus nevében történjen valami, csak hogy elkezdtem imádkozni, és csak azt vettem észre, hogy valami történt én velem, nem az asszonya, nem tudtam megszólalni. Nem tudtam megszólalni magyarul. És akkor egyszerűen kitör belőlem a mennyei nyelv, valami felszabadult ennek, letöltött az Istennek a Szent Szellemet, tudod? És én elvágyok minden nap, hogy Istennek a lehet, hogy gerjesszem föl, ami bennem van, mert Pál apostol azt mondta, hogy nagy az mondani, hogy ez folyamatosan mindig így van. Föl kell gerjesszenek, akkor fölkezd, gerjessz föl a benned lévő Szent Szellemet, mert akkor vagy jó úton, az Istennek a tüze, ha benned van, akkor átugrom a kőfalakat, átugrom azokat az akadályokat, ami előtted van, a perc is átugolja azokat, amik előtte sorakoztak a múlt hónapokban. Milyen problémáim voltak neki, de az Istennek a szellemére van szükséged arra, hogy áttörjek, átüssed, mert az imádság a jégbe száll és meghallgatása talál, mert az Istennek a hangját hallod, de az Istennek a szellemére van szükség, hogy fölgerjeszed naponként, és ezzel az erővel menj szolgálni, ezt az erő ne langadjon el benned, a 25 éve ezt csinálok, csinál következő 25 évig, azért mert az Úr így akar megáldani benneteket, lépésről lépésre, az Úrnek szolgálni, betöltekedj meg a szellemivel, az Istennek az erejével, akkor fog változást tudni belfelétől, és az összes gyülekezetbe, ha innen kimész, és viszed magad az Istent. Amikor a világ majd oda megy hozzá, és azt mondja, öreg, hagyáljak mellé, mert mi vagyok sok mellette. Te egy önideges voltam, de deállt mellé, ha valami van, valami, nem tudom, mi van benned. Te nyugalmat árasztasz. Nem kell bevennem a szeduk szent. Jó, ha itt vagy mellettem. Tudod, a gyülekezet azért, mert sokan világiak, még nyugszanak. De amikor bemegyek a Józsdába, nem nyugszok meg, hanem egy belsőt veszem, hogy jön rám. Odam Dél-Afrikába, ott bementem egy templomokba, és ott a nem belső vegyességem volt, hanem belső indulatok indultak bennem, és elkezdtem a nyelveket imádkozni. Otthon ezek az emberek ottan más Istent imádtak, és hangosan nem foglalkoztam vele, mit csinálnak velem. De az Istennek a szelleme az, ami betölti azt a helyet, amikor te bemész valahova. Ha jelenleg a kocsmába jártál Isten nélkül, akkor mit vittél be oda, a halál vitte csak be. De most bemész a kocsmába, nem az, hogy így jár, hanem hogy belénk prédikálj azoknak, akinek nélkül együtt ittál velük. Most Isten igényt életed neki. Változások történni azért, mert az Isten szellemi fogod vinni. Amikor alámerítenek bennőteket, betöltekeztek Istennek a jelenlétével szellemivel, meg aki be van már töltekez, az tudja, hogy miről beszélnek. Az Isten szellemit hordozod, akkor fognak történni csodák. És akkor először a Mózes, mint ebben az igébe. Először az a prédikátor, aki viszi az Istennek az igéjét. Aki hirdeted Istennek az igéjét. Akire azt mondhatod, hogy
Uram, jöjj a szívembe, hogy megtérjenek az emberek. Hogy nem magadat akarod majd mutatni, hanem az Isten, Jézus Krisztus, aki meghalt érted a Golgotát, aki elvitt a te bűneidet, aki felszegezte a betegségeidet. Hiszel ebben? Én csak ebben hiszek. Semmi másba, se a jószokba, se a magyarságba, semmiben, hanem az Istenbe tudod hinni. Szóval meg az elküldött fiába Jézus Krisztusba. Ha örök életet akarsz magadnak, akkor gyere térj meg az Úrhoz. Ha örök életet akarsz magadnak, és ha akarod, hogy írjon nödve a te neved az élőknek a soraiba, az élet könyvébe, gyere térj, ma még lehet, ahogy mondtam az elég. Ez is fogad nálam. Ma még lehet, ma még szabad. Burulj le a kereszt alatt. Amen. Mert a mai nap adott a számodra. Jézus nevében. Legyetek áldottak. Isten áldja meg ezt a gyülekezetetnek, amennyi gyülekezetetek van. És tudjátok, amikor fölmentem a YouTube-ra, megnézze ezt a gyülekezetet, hogy mozgolódik, mit csinál. Hát a Perkély testvérről nem láttam sokat. Kettőt azt hiszem, ott találtam. Az egyik az volt, hogy vasalt egy fehér, nem tudom mit, bemerítő ruhát. És a másik egy másik bemerítésű alkalomból volt fölrakva. De tudjátok, vannak olyan pár, én nem akarom őket magasztalni, hogy az gondoljátok. Én magamat csinálok, senki mást. Sokszor vannak olyan prédikációk, prédikátorok is, emberek, ami nem végzett a prédikációjával, de már a YouTube-on fönn van, mennyien vettéltek. Tudod, az gyümölcs. Ha valaki vettél, az egy gyümölcs. És amíg két év múlva együtt ide vissza ebbe a gyülekezetbe, vagy három év múlva, és a 25-4-ből, 24 bent van a gyülekezetben, és a 24 szolgál, és azt mondja a 24, hogy én még hoztam egy gyümölcsöt, mert megteremtem azt a gyümölcsöt, amit Krisztus vár tőlem, és én elhoztam, akkor már 48-an vannak, és ez a 48 újra elmegy egy év múlva, és újra hoz egy gyümölcsöt magának is fele, akkor ez a ház nagyon gyorsan ki fogjátok nőni. Tudod, ez egy hangzatos beszéd, amit most mondtam, ez itt dolgozni kell a mai világban, hogy megtérjenek az emberek. Ez mind is áldék. Mégis most kezdtünk egy új gyülekezetet Nagykőrösön, látom annak az aratásnak a munkáját, hogy nem könnyű. Pedig arató pálinka nélkül csinálom. Az aratás nehéz. Az aratás nehéz. Vágyakoztok arra, hogy Jézus Krisztus a szövetséget kössetek? Úgy legyen. Ezeket az álmeneket sokan hallották. És akkor most következik az alámerítés. Egy pár nappal ezelőtt úgy érzem, hogy az Úr szólt hozzám, és úgy éreztem, hogy le kell írnom. És a következőt írtam le. Nagy erő van Jézus nevében, hogy megtörjön és letörjön minden láncot. Van ereje, hatalma, hogy az életedben változást hozzon. És már erről szólt a prédikáció, és nagyon örülök neki, hogy az Úr ezt megerősítette, és én hiszem azt, hogy az Istennek az ereje azért van, hogy egy új embert szüljön benned. Egy új életet. És ma ezt az életnek, ezt a lehetőséget ne hagyd ma ki, hogy ma új ember lehetsz. Tiszta kezek, áldó kezek jöhetnek, amikor a bemerítés történik. Balog Lajosné Ilona Verpenét. Zsoltárok 50-23. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útjára vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Shalom, shalom. Verpeléti testvérnő. Báder Gyuláné Andrea. Zsoltárok 119-11. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Szívembe te elcsíteszed, és Barkóczi Ilonának is szól az Isten igéje. Ézsaiás 43:1. És most ó Jákob, így szól az Úr, úgy is mondhatnám, hogy és most ó Ilona, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, és neveden hívtalak, enyém vagy. Ámen. Azt szeretném elmondani,
hogy Hevesaranyoson nem régen indult a misszió, és Ilona az első gyümölcs. Az első Bécsiné Burai Diana Egerbakta. Halleluja! Bemerítő igéje Zsoltárok 34:19-20. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Amen. Település Kápolna, halleluja, Bitó Gyuláné Hajnalka, Zsoltárok 37:4-5 az ő bemerítő igéje. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Kápolna. Halleluja! Zsoltárok 119:9. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. Amen. Jeremiás 1:5. Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Amen. Példabeszédek 4:23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Olár Csabáné Eger felnémet. Ézsaiás 54:10. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól a könyörülő Urad. Amen. Jeremiás 31:3-4. Messziről is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Újra felépítelek téged, és felépülsz, ó Izrael lánya. Újra felékesíted magad dobokkal és vigadó seregben jössz ki. Amen. Épüljön.
Jósom a Béláné Aranka Tarnahodról, Zsoltárok 55-23. Vesd az Úrral te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor is ingadozzék az igaz. Soha nem mondom. Recskó Anita, kápolna. Hósás 2:18-19. És eljegyeztelek téged magamnak örökre. És pedig igazsággal és ítélettel. Kegyelemmel és irgalommal jegyeztelek el. Bizony, hittel jegyeztelek el magamnak. És megismered az Urat. Amen. Szitainé Burai Barbara. Zsoltárok 62:2-3. Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam. Azért nem rendülök meg felettéd. Amen. Antónia Egerszólátról. 1 Timóteus 4:12. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Jézus nevében. Zsoltárok 86:11. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Amen. És teljes szívemből imádom nevedet. Báder Gyula. Zsoltárok 84:6 a te bemerítőidét. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Amen. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél, szerintem a Jeremiás Irámai 3:24. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, ezért benne bízom. Amen. Bitó Gyula kápolnáról, Ézsaiás 38:17. Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és a te szereteteddel kivontad lelkem a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Amen. Halleluja. Károly Eger Bakta. Jeremiás 17. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél.
Horváth Robert, de Dombrádi most már. Józsué 1-9 a bemerítő igét. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amerre jársz. Ne félj, veled vagyok. Eger, Ézsaiás 54:14 a te bemerítő igéd. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned és rettegnek, mert nem közelek hozzád. Amen. Kuporka Gyula, példabeszéde 8:17. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Amen. Aki kereséget az megtalál, gyalanok és a köverél áll, amikor ezen élni veled jár, beszélünk a bár. Recskó Gusztáv, Kápolnáról. Halleluja. Zsoltárok 25:7 a bemerítő igét. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó indulatodért, Uram. Amen. Emlékezz meg az Úr jóságáról. Szilágyi Lajos, Egerből. Ézsaiás 44:22 a bemerítő igét, Lajos. Eltöröltem álnokságaidat, mint fellegeket, és mint felhőt, bűneidet. Térjén hozzám, mert én megváltottalak. Amen. Megváltott engem az Úr, így szól, megváltott.